A brazil nagydíj közvetítésével egy időben tartották a Forma 1-es szezon hazai záró rendezvényét. A sajtótájékoztatón mutatták be azokat a magyar pilótákat, akik a következő szezonban a Hungaroringen is versenyeznek majd különböző kategóriákban. Tóth Norbert a Seat Leon Európa kupában szerepel jövőre a Zengő Motorsport színeiben. A fiatal pilóta 60-ban él, és a Széchenyi István római katolikus középiskolában tanul. Néhány évvel ezelőtt még gokártozott, majd egy Ferrari volánja mögött ült. Azt mondja, a kategóriák közötti váltás nem lesz könnyű, hiszen korábbi autója hátsó kerék meghajtású volt. Ezt lehetőséget ajánlottak, éltek vele, és nagyon megtetszett ez a kategória. Nagy reményeket lát. Norbi álma, hogy a VTCC vagy a DTM kategóriákban versenyezzen majd. Egyelőre sokat edz és hamarosan teszteli azt az autót, amelynek prototípusát be is mutatták a rendezvényen. Oldalán pedig látható 60 logója és szlogenje, a jövőnk öröksége. Már nagy büszkeséggel tekintettük meg itt a bejáratnál a kiállított versenyautókat. Rajta 60 emblémája, azt hiszem, hogy ennél több most nem is kell nekünk. Ez egy sikeres rajt. 60-nak az autóversenyzésben. Fehér Józsefné, a Széchenyi István római katolikus középiskola igazgatója elmondta, hogy Norbi jól össze tudja egyeztetni a tanulást a sporttal, és az sem jellemző, hogy az edzései miatt kellene elengedni órákról. Hozzátette, ha elindul a versenyszezon, az intézmény igyekszik majd mindenben segíteni neki. Akár a tanárok segítik külön órákon, hiszen úgy gondolom, hogy nem csak az iskolát, hanem a városunkat is képviseli, és nagyon nagy dolog ilyen fiatalon ilyen szép eredményeket elérni, úgyhogy büszkék vagyunk rá. A sajtótájékoztatón írta alá Hans Werner Aufrecht, az ITR elnöke, és Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. Elnöke azt a szerződést, amely alapján a németek túrautó bajnokságának harmadik futamát Mogyoródon rendezik meg jövőre. Így a DTM ismét Magyarországra jön. A legnagyobb márkák is képviseltették magukat, a BMW színeiben például az egykori Forma 1-es pilóta Timo Glock is ellátogatott a rendezvényre.